Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, repül az idő, nyakunkon a tavasz, de a tél elmaradhatatlan programja a nyírségi disznótoros fesztivál, hamarosan erről mutatjuk a legjobb pillanatokat. Vendégünk lesz Zsigó Dalma és Zsigó Zsolt, akik szinte egyenesen Tájvánról érkeznek a stúdióba. Mutatunk egy kiállítást Máté Szalkáról, Orbán Zoltán hozza a telelő erdei fülesbaglyok országos felmérésének eredményeit, és egy zrínyi sikerről is beszélgetünk majd. Először azonban, ahogy ígértem, lássuk, milyen volt a 6. nyírségi disznótoros fesztivál. Hangos kereplővel érkeztek a busók a Sóstúi Múzeum faluba. Ők évek óta elmaradhatatlan részesei a nyírségi disznótoros fesztiválnak. De a látogatók között is sokan vannak, akik rendszeresen visszajárnak Nyíregyháza szezonindító gasztrorendezvényére. Színvonalas a rendezvény, tehát nagy a kínálat, úgyhogy majd most meglátjuk, hogy mit fogunk kóstolni, még nem döntöttük el. Nem is volt egyszerű a választás. Több mint 20 csapat vett részt a megmérettetésen határon innen és túlról. Ráadásul a legtöbben nem csak egyféle ételt készítettek. A kaplonyi csapat évről évre kitesz magáért. Az ő sátruknál szinte minden kóstolható volt, ami egy disznóból készülhet. Hagymás vellő, bőlérleves, toros káposzta, töltött káposzta, hagymásvér volt, vagyis még van is. Sült hurka, sült kolbász, húsok, és eddig ennyi. Ezek közül pedig a kolbászt értékelte a legjobbnak a szakmai zsűri. Sőt, a kaplonyiak készítették el a legszebb és legízletesebb böllért állat is a zsűri szerint. A tiszaeszláriak a legjobb toroskáposztának járó díjat vihették haza, de büszkén mutatták meg azt is, szakavatott, rutinos kezek alatt, hogyan készül náluk a krumpli lángos. A krumplit meg kell főzni sós vízbe, aztán leszűrni, és akkor ki kell nyomni krumpli passzírozóval, lisztet kell kihűlni, hagyni, és akkor lisztet kell hozzá keverni, és akkor hosszú rudakba elnyújtani, és akkor apróra, apró szeletekre vágni, elnyújtani, és akkor ez a végeredmény. És ha valaki azt gondolná, hogy az egészséges életmódban nem férnek bele a hasonló ételek, téved. Hisszük és valljuk a fit tápoló, fit gondozó során az egészséges életmódot, de néha egy kis bűnözés belefér. A finom ételek mellől pedig nem hiányozhatott a hagyományőrzés sem. Erről idén is a Sziget zenekar és a Szabolcs Néptánc együttes gondoskodott. Nemrég Besenyei György halálának évfordulóján koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak Tiszabercelen. Az itteni iskola 1997-ben vette fel a felvilágosodás nagy alakjának nevét, a diákoknak pedig természetes, hogy ilyenkor megemlékeznek róla. A Tiszának partján mindre dob meg egyszer. A léfű értelmben jártam sok ezerszer. Zendülnek az erdők sokféle hangokkal, szólnak a madarai a végvadászokkal.
A diákok ünnepi műsorával kezdődött, a koszorúzással egybekötött megemlékezés Tisza Bercelen, Besenyei György szülőfalujában. Egyes feljegyzések szerint a költő 1746-ban, mások szerint 47-ben látta meg a napvilágot, és egészen 1755-ig élt Tisza Bercelen, ahonnan 5 sárospataki diákév után Bécsbe költözött, hogy Mária Terézia testőrségében szolgálhasson. Itt nyílt ki számára a világ, és ettől kezdve eltökélt szándéka volt, hogy a nyugati bölcselet és szépirodalom hagyományait magyar nyelven is meghonosítsa. A Tiszabercelli iskola 1997-ben vette fel a magyar felvilágosodás egyik legfontosabb alakjának nevét. Kerekes Jánosné tagintézmény vezető szerint a diákoknak ma már természetes, hogy a költő halálának évfordulóján minden évben megemlékeznek a település híres szülöttjéről, és ilyenkor több napon át különböző vetélkedőket szerveznek. Igyekszünk a gyerekekben minél jobban tudatosítani Besenyei Györgynek a szellemét, a munkásságát, és már első osztályos koruktól kezdve nagyon sokat beszélünk Besenyeiről, történeteket mondunk nekik, és szinte már várják februárban Besenyei hetet, mert minden napra tervezünk valamilyen érdekes programot nekik, és tényleg ezen az éven tapasztaltam, hogy már minden nap kérdeztek, hogy talán mikor lesz a rajzverseny, mikor lesz a Besenyei kupa a fiúk számára a foci, és mikor lesz a kis nyelvész verseny, tehát nagyon szeretik ezt. A diákok ünnepi műsora után a felújított Besenyei György emlékháznál koszorút helyeztek el a falu intézményvezetői, valamint a helyi egyházi és politikai tisztségviselők. Örül a lelkem, ugyanis legutóbb, amikor itt jártunk, a szülőház meglehetősen rossz állapotban volt. Emléktábla is meg volt sárgulva, amit látható a falon, és nagyon jó látni azt, hogy most egy gyönyörű, szépen felújított épületet találkoztunk. A Besenyei Társaság, amely a 19. század utolsó éveiben alakult Besenyei körnéven, tavaly ünnepelte fennállásának 125 éves évfordulóját. Akkor még művelődési társaságként működött, így nem csak Besenyei emlékének ápolására és a szép irodalom területére korlátozódott, hanem a tág értelemben vett közművelődés egyik fontos szervezete volt Nyíregyházán, valamint a Vármegyében. 1945 után körülbelül 4 évtized passzivitásra kényszerült, és csak az 1980-as években alakult újra azonos célkitűzéssel. A különböző ismeretterjesztő programok mellett saját évkönyvet is szerkesztenek. Mondhatom azt, hogy színes tevékenységünk van. A tagságunk az nagyon széles palettán mozog. Többségében pedagógusok. Hát főként nyugdíjas pedagógusok, akik már jobban ráérnek a kultúrával foglalkozni a hétköznapokban. Számosan vannak közülük, akik aktív tudományos tevékenységet végeznek, előadásokat tartanak akár a mi alkalmainkon is, de hozzá kell tennem, hogy nyitunk a fiatalság felé. Az elnökségünkben vannak aktív pedagógusok, vagy közelmúltban nyugdíjba ment pedagógusok, akik a mai nap is gondozzák a fiatalok irodalmi és akár nyelvészeti munkásságát, és így például a Nyikes Judit elnökségi tagunk felvállalta azt, hogy a fiatalokat próbálja a társasághoz bevonzani, tehát alakult egy ifjúsági tagozatunk is, és hát el kell, hogy mondjam, hogy például tavaly kiírtunk egy pályázatot, már nem először, mert a társaság történetében több ilyen volt, amit felső tagozatosoknak, illetve középiskolás gyerekeknek írunk ki. Mindig kapcsolódunk valamilyen apropóhoz. Hát ugye tavaly nem Besenyei volt a fő témánk, mert tavaly nagy irodalmi évfordulóink voltak, ugye Petőfitől Madácsig, és ebben a témában születtek nagyon figyelemre méltó alkotások. Például a díjnyertes pályázatokat szintén közöljük a Besenyei Almanakba. Ez egy a jutalomnak része szokott lenni, hogy az első 3 helyezetnek a pályaműveit közé tesszük. Körülbelül olyan 70 az állandó tagunk. Szerencsére azért mindig vannak újak, mert hát ugye sajnálatos módon el is veszítünk tagokat,
éppen a napokban búcsúztunk az egyik alapító tagunktól, Csermely Tibortól, tehát sajnos vannak ilyen veszteségeink, de azért jönnek mindig újak. 125 éve állították föl az ország egyetlen teljes alakos Bessenyei szobra, első köztéri alkotás volt annó, és minden évben megünnepeljük, megkoszorúzzuk. Május 8-a volt egyébként a szoborállításnak a dátuma, de olyan közel van a György naphoz, hogy ezt együtt szoktuk megünnepelni. Na most a másik évforduló, ami szintén a György napon elő fog jönni, az a zeneiskolának a jubileuma, hiszen talán kevesen tudják, hogy a Nyíregyházi Vikár Sándor zeneiskolát a Bessenyei kör tagjai alapították. Tehát a Bessenyei körből nőtt ki 1939-ben. Meghívtuk természetesen a zeneiskola tanárait egy kis műsorral, és hát van egy harmadik apropó is. 1934 és 1944 között a Bessenyei kör, Bessenyei társaság adta ki a szabolcsi szemlét. Hölgyeim és uraim, világszenzáció következik. Nyíregyházi diákok értek el dobogós helyezést egy tajvani robotika versenyen. Vendégünk a verseny harmadik helyezettje, Zsigó Dalma, és felkészítője édesapja Zsigó Zsolt. Sziasztok! Szívből gratulálunk, nem is olyan régen zajlott ez a verseny. Nem tudom, hogy magáról a versenyről beszéljünk először, vagy pedig arról a technikai vívmányról, amely most harmadik helyezést jelentett nektek Tajvanon. Hát, akkor kezdjük a találmánnyal, én úgy gondolom. Hát ugye a lényeg ennek a találmánynak, hogy a hallássérülteknek a kommunikációt elősegítsük, és itt gondolunk sportban, és gondolunk iskolai életben is. Most egyelőre ezt a terméket, amit én bemutattam, azt úgy mutattam be, hogy ezt egyelőre csak sportba próbáltuk ki focipályán, viszont fejlesztés alatt van egy olyan termék is, amit a suliban fogunk kipróbálni, és szeretnénk ezt benyújtani egy több iskolában is. Ez egy Vibraz márka nevet kapott, tulajdonképpen a mez alá elhelyezhető, fölrakható olyan dolog, ami rezeg akkor, amikor, most nagyon leegyszerűsítve mondom, gondolom, hogy az edző vagy bárki a másik oldalon levő adót megműködteti, vagy beindítja? Fontos-e nektek, Zsolt, az, hogy egy kicsit mindig az elesettek, vagy a sajátos nevelési igényű, vagy különböző nehezebb élethelyzetben levő embereken próbáljatok segíteni? Tehát ez mindig cél, amikor valami találmányon agyaltok? Nagyon sok esetben előkerülnek olyan problémák, amikre megpróbálunk megoldást találni, mert hogy itt mindig valós problémák vannak, és én sosem szerettem a tankönyvíző feladatokat, hanem ezek ilyen nyitott problémák, amire nem is biztos, hogy van megoldás. És nagyon érdekes, hogy Tajvan az egy olyan ország, ahol ezt meg is erősítették bennünk, mert egy nagyon befogadó és egy nagyon támogató társadalom. És ez nagyon tanulságos is volt ilyen szempontból is. És hogy nézett ki maga a verseny? Tehát nyilván bemutattátok a prototípust, előadást is kellett róla tartani, vagy egyáltalán mi alapján döntött, vagy hozták meg ezt a döntést? Hát ez egy 8 napos verseny volt, de leginkább egy nap szólt arról csak, hogy zsűrizés. Azt ott nagyon komolyan vették, ott egyáltalán semmi telefont, semmi eszközt nem lehetett bevinni a standhoz. Csak azokat a tárgyakat lehetett használni, amit a prezentációban akartunk, és ez körülbelül egy másfél órás zsűrikör volt. Két kör zsűri volt, ott mind a kettő teljesen megértette a projektemet, nagyon jól fogadták, nagyon sok segítséget kaptam tőlük, mondták, hogy hogyan lehetne ezt még fejleszteni, nagyon
nyomták azt is, hogy kisebbbe kéne csinálni, mert hát ugye a Tájvan arról híres, hogy mini csippeket gyártanak, és mondták, hogy akkor találjunk ki egy olyat, amit a szánkba teszünk, hogy egyszerűbb legyen a megoldás. Ez összetekbe jutott egyébként? Nem. Ilyen apróság? Nem. Ez nem. De most már gondolkodtok rajta, gondolom, hogy... Hát ez sok bonyolult megoldás jutott eszünkbe, de ez még talán attól is bonyolultabbnak tűnik elsőre, viszont biztos, hogy hatékony maga a jel átadás szempontjából. Egyébként nagyon tanulságos verseny volt, mert ez nem csak ott zajlott, hanem előtte el kellett készíteni egy mondjuk 20 oldalas kis tanulmányszerű anyagot, posztert kellett gyártani a megadott méretek alapján, és akkor ott felépítette mindenki a saját szekciójában a saját poszterét, a saját standját tulajdonképpen. Hát akkor már a brand az ott gyakorlatilag ki volt állítva, ha lehet igen, ezt mondani. Igen, alakult, mert például az észak-afrikai a legnagyobb hasonló típusú ilyen innovációs versenyére oda meghívást is kaptunk, de annyira közel volt, hogy itt nem tudtuk már megszervezni azt, hogy oda is eljussunk, úgyhogy ez Tunéziába lesz most egy pár nap múlva, de majd talán jövőre oda is eljuthatunk. Akkor már teljesen ezt a mostani elképzeléseteket abszolút teljes mértékben kitaláljátok. Volt-e arra lehetőségetek, hogy megismerjetek másokat, másfajta gondolkodást, mert nem mondom azt, hogy robotszerű ilyenkor egy feltalálónak az agya, mert nyilvánvalóan nagyon kreatívak vagytok, de lehet, hogy van egy séma, aminek mentén gondolkodtok, és ha találkoztok, vagy láttok más dolgokat, akkor az egy kicsit esetleg szélesíti a világképeteket, így volt-e esetleg? Hát szerencsém volt azzal, hogy nagyon sok új barátot szerezhettem kint, és nagyon különböző kategóriákba szerepeltünk, mert hát ugye volt vagy 10 kategória, ahol lehetett szerepelni, és mindegyik kölyüktől tanultam, meg ők is tanultak tőlem, és teljesen jól fogadtak mindenkit, mert mindenki jóba volt mindenkivel, senki se utált senkit. És tehát nem konkurensként kezeltétek egymást. Igen, tehát egyáltalán olyan támogató, érdeklődő társaságról volt szó, és teljesen jó érzés volt új dolgokat megismerni, mert például nekem lett 2 nagyon közeli barátom, akik teljesen más kategóriába szerepeltek, és tanulhattam tőlük újat. Hogy néz ki nálatok egy normális vacsora, Zsolti? Ti akkor is ragyaltok valamin, vagy el tudjátok engedni ezt a részét az életeteknek, hogy mindig alkottok és kreatívkodtok? Az biztos, hogy egy fizikatanár gyereke az hátrányos helyzetű, mert ő nem tudja simán csak a napsütést nézni, hanem akkor rögtön megmagyarázzák neki a jelenséget. Ez ott bújik a háttérbe természetesen. Én azt gondolom, hogy egy ilyen típusú fejlesztői munkát azt nem lehet mondjuk minden pénteken 15 órától 17 óráig csinálni, hanem az embernek ott motoszkál az agyába valami, ott akár lehet, hogy csak a háttérben, és lehet, hogy éppen egy megérzés, vagy egy nem tudom, ha hall a rádióban egy félmondatot, és akkor az indítja el újra azt a másik vonalat. Hát én azt gondolom, hogy ez egy életforma, és ennek vannak persze árnyoldala is, de talán sokkal több a mosoly benne, mint a sírás. Hát azért mindenkinek nem adatik meg az, hogy az apjával közösen agyaljon egy új találmányon, viszont az, hál' Istennek, megadatik, hogy mondjuk az édesapát tanítsa őket, és ugye azért nem csak egyedül vagy, hanem akár ugye évről évre egyre több fiatal csatlakozik hozzátok, és van utánpótlás. Te hogy látod, könnyebb egyébként fegyelmet tartani a tanítványoknál, mint a családban, vagy amikor egy jó dolog mentén dolgoztok, akkor ez nem is kérdése? Szerintem az nagyon nehéz, hogy a szülői és a tanár ént külön válasszam. Szerintem az iskolában talán könnyebb dolga van az embernek. Annyit mondjatok még, hogy most jelen pillanatban akkor végül is van egy harmadik díj, tehát ez a Vibra az itt tart, illetve hát vannak elképzelések, hogy lesz ebből tömegtermelés? Hát nagyon fontos a teszt, azért nem került előrébb a rangsorban a projekt, mert pontosan ezt a kutatás oldalát hiányolta a zsűri, tehát hogy nem támasztotta alá azt, hogy tényleg használható arra, amire kitalálták.
És akkor most ezért készül egy jó néhány ilyen pak, méghozzá úgy, hogy otthonra ilyen családoknak szánt iskolába, és a harmadik az pedig a sportpályára. És ha ezekről lesznek jó visszajelzések, akkor tudunk tovább lépni. Illetve hát közben itt a csapat elindult, a Design Terminálnak van egy ilyen versenye, vagy nem is tudom, egy ilyen accelerátor programja, úgyhogy most be is nevezett a csapat oda, és megpróbáljuk egy kicsit mentoráltatni üzletileg is magunkat, hogy hát ha ezzel... A termékké válás az mindig nagyon nehéz. Igen, az a legnehezebb. De már közben arra gondoltam, hogy szakdolgozat témának viszont kiváló lenne. Úgyhogy hajrá, még egyszer gratulálunk nektek, és köszönjük, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Évről évre színesebb és gazdagabb a képzőművészeti élet Nyíregyházán, nem csak a zene és a tánc terén mutatkozik ez meg, hanem a kézműves alkotók munkáján is, hiszen már 10 éve működik az egyedülálló Korzó Galéria. Egyedi kulcstartók, színes karkötők, a lentebbi polcokon pedig fülbevalók, gyűrűk és nyakláncok. Mindet helyi alkotó készítette, és nincs belőlük két teljesen egyforma. De van itt mézből készült nyalóka, gyönyörűen megmunkált fából készült tálaló, és szója viasz bubi gyertya is. Ezek is egyedi, kézzel készített helyi alkotások, amelyeket az idén 10 éves Korzó Galéria fog össze. Kézművesek gyülekeztünk, és a kézművesekkel általában vásárokban vagy különböző rendezvényeken lehet találkozni, de az, hogy egy üzletbe tömörüljenek, az nem szokott megadatni. Még 10 évvel, tehát még a mai nap sem, tehát 10 év távlatában sem jellemző ez, és Nyíregyháza ezért is büszke lehet, hogy 10 éve üzlete van a kézműveseknek, és itt elérhető jelen pillanatban is 11 műfajnak a képviselői mutatják meg a gondolataikat, érzéseiket termékbe foglalva leginkább. A kézi szövőtől kezdve a nemezen át, a gyöngyfűzés, a mézből készült termékskála, és itt a szappanoktól kezdve a gyertyákon át, aztán a fának a különböző megdolgozásai, a sejemnek, az üvegnek a megdolgozásai, a horgolások, tehát, és ebben pont, hogyha a kézművesek összejönnek, az egy nagyszerű dolog, hogy egymást inspiráljuk, és mindig még újabb dolgok nőnek ki. Akár, hogyha többen összefognak, akkor lehet, hogy még egy újabb termék kerül ki a kezük közül. Tehát ez egyre izgalmasabb, és tényleg azt tudom mondani, hogy nekünk embereknek arra kell rájönnünk, hogy mennyi érték van a kezünkben. A másik, hogy milyen fontos az összefogás. A harmadik, hogy igen, nem szabad elengedni azt a képességet, ami bennünk van, és ami elő akar jönni. Én hiszem, hogy ezeknek a termékeknek a viselése, a használata, az egy teljesen más életminőséget ad, és most tényleg ezt keressük már, ezt a minőségi életet szerintem így mindannyian a világban. És szerintem nyugodtan elmondhatjuk azt is, hogy amiket kézművesek készítenek, legyen az ékszer vagy használati tárgy, azok nem arra valók, hogy eltegyük a szekrény aljába, vagy feltegyük a vitrínbe, hanem ezeket valóban lehet használni, sőt, talán érdemesebb is, mint mást. Én kívánom mindenkinek, hogy vegye elő a szekrény mélyéről, amit ott őriz, és tapasztalja meg, mert mindig csak tapasztalat. Tehát először jön a gondolat, utána kimondunk valamit, és cselekedjük is meg, mert hogyha ezt megtapasztaljuk, akkor utána senkinek nem lesz kérdés, mert nem a szekrény mélyének. Én szerintem minden tárgyunk akkor jó, hogyha használjuk, ha nevet adunk neki, ha kézbe vesszük, ha nem egy... És, itt én ugye zömében képeket is készítek, és azt is tapasztalom, hogy sokan az otthonaikban nem is néznek szét a falakon, hogy lehet, hogy
már észre sem veszik, hogy mi van a falon, csak ott van, vettem 30 éve. Ha nagyon szereti, és még mindig nagyon sokat mond neki, akkor maradjon ott, de ha nem már, akkor igenis alakítsa mindenki úgy a környezetét, ahol ő érzi jól magát. Tehát az otthonunk az a legnagyobb energiabomba, ahol lehetünk, és onnan töltekezünk a legtöbbet. Tehát csupa olyan dologgal vegyük körbe magunkat, ami rólunk szól, ami nekünk szól, amiben jól érezzük magunkat, és ez a minden, ettől kapunk majd a legtöbbet. Vagy akár amit mi magunk készítünk. Ugye itt említetted, hogy már 11 különböző alkotónak a munkássága van jelen. Tekintsünk egy picit vissza így az elmúlt 10 évre, azért nagyon kötődsz még Nyíregyházához. Mit látsz, mennyit változott itt a kézműves élet? Színesedett, gazdagodott, bővült, vagy hogyan változott, átalakult-e egyáltalán valamilyen szinten? Nagyon nehéz megtalálnom most azokat a kifejezéseket, amik ezt valóban visszaadják. Kézművesnek lenni nem egy egyszerű út, de mégis egy gyönyörű út, és hogyha akik megtalálják ebben magukat, akkor tényleg, ha beleteszi az időt, energiáját és hisz magában, akkor ez meg lesz. És hogy azt mondod, hogy színesedette, igen, Nyíregyháza nagyon-nagyon színes. Én azt gondolom, hogy minden művészetben, nézd meg a zeneművészetet, ami a kórusaink és a zene a táncosaink által, és a képzőművészeink által. Tehát Nyíregyháza egy olyan, tényleg talán itt, mert Kelet-Magyarországon azért mindig nehezebb az élet, és mindig abból jönnek ki a jó dolgok, amikor a nehézségeket, tehát meg kell ugrani valamit, és én itt azt látom, hogy évről évre szebb és szebb portéka kerül a polcokra. Én is a média világában voltam, és úgy éreztem, hogy az egész napi pörgés, mert a média azért ez megadja az embernek, után kell valami, ahol én itt lecsendesedek. A Mandalákban találtam meg azt a fajta kikapcsolódást, és aztán egy műfaj nőtt ki belőle. Tehát ez azért 20 évvel ezelőtt történt, tehát ilyen szempontból jubilálok, hogy a kézműves, vagy a Korzó galériánk 10 éves, az én mandalaságom pedig 20 éve múltra tekint vissza. Tehát ez a 20 év tényleg kinyitott egy új világot, és műfajában is, tehát azt kell mondjam, hogy egy új műfajt teremtettem, mai napig nem találok a világban olyat, aki üvegre ilyenfajta technológiát alkalmazna, én sem tudom, hogy honnan jött, de megszületett, és ennek örülök. Kedves nézőink, ha figyelték az előző összeállítást, tudják, hogy hány éves lesz március 8-án a Korzó Galéria. Akik helyesen megírják ezt nekünk Facebook oldalunkon, azok között egy páros mozi jegyet sorsolunk ki. Most pedig következik a híradó, aztán folytatjuk a Weekendet. Üdvözlöm újra a Weekend nézőit! Csíksomlyó és a Kárpát-medencei keresztény értékek címmel nyílt nemrég fotókiállítás Máté Szalkán. Következik egy rövid összefoglaló erről a vándorkiállításról. Ezt a kiállítást a Keresztény Érrelmiségiek Szövetsége által alapított Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációért alapítvány hozta létre. Az alapítványnak kifejezett célja, tevékenységének kifejezett feladata a határainkon túli elszakított régiókban élő magyar nemzettársainkkal való kapcsolattartás, szülőföldjükön való megmaradás segítése, anyanyelvük ápolása, kulturális örökségük megőrzésében segítségnyújtása, tehát kifejezetten az ő érdekeiknek a figyelembe vételével természetesen a keresztény értékek mentén segíteni az ő tevékenységüket. Ennek a munkánknak az egyik vonulata volt a Kárpát-medencei
magyar alkotóművészek támogatása. Ezen a projekten belül több rendezvényre került sor, több pályázatot írtunk ki. Egyrészt volt egy gyermekrajzpályázat, volt két alkalommal szerveztünk a legkülönbözőbb művészek számára alkotótábort, és két alkalommal írtunk ki fotópályázatot az ott élő amatőr és hivatásos fotósoknak. Nos, ez a kiállítási anyag az ezen pályázatokból beérkezett fotókból került kiválogatásra, amit egy Magyarországon élő magas műveltségű szakmai zsűri válogatott, díjazott, rangsorolt, és válogatta ki azt a 28 alkotást, ami most itt kiállításra került. Mi volt a témája ennek a pályázatnak? Ha most csak erről a kiállításról beszélünk, akkor kettő témába írtuk ki a fotópályázatot. Az egyik téma volt Csíksomlyó és a pápa látogatás, a másik téma pedig keresztény értékek a Kárpát-medencében. Ebből a két témakörből jött össze ez az anyag. Részben ugye a csíksomlyói búcsúval és jelesül a 2019-es romániai és csíksomlyói pápa látogatással kapcsolatban. Részben pedig, miután a kész is, és az alapítványunk is ökumenikus, nem kötődik szorosan egyik felekezethez sem, tehát felekezetek feletti keresztény civil szervezetről beszélünk. Ezért írtuk ki a másik részét a pályázatnak, a Kárpát-medencei keresztény értékek bemutatására. Az érdekessége a dolognak az, hogy mi sok minden mellett elmegyünk. Mi sok mindent be nem vesszük észre, azokat a részleteket. Egy kicsit arra is kíváncsiak voltunk, hogy egy fotós, aki egész másképp látja az ő szemüvegén, illetve a lencséjén keresztül a világot, mint ahogy mi látjuk, ő mit lát, és mit vél felfedezni, akár az épített, akár az Isten által teremtett természetben, hogy mik azok, amik arra emlékeztetnek, hogy igen, itt minden abba az irányba mutat, hogy itt az Isten által teremtett világról, természetről és környezetről van szó, és meglátni amögött azokat a törvényszerűségeket, amit ember nem tud alkotni. Mi a tapasztalat? Az alkotók milyen témákat jelenítettek meg? Az egyik téma az viszonylag eléggé be volt határolva, a csíksomlyói téma, bár ott is azért nagyon dús fantáziáról tettek tanúbizonyságot, hiszen látunk olyan képet, ahol egyetlen egy ember van a képen, jelesül is egy apáca, aki éppen az arándok menetben útközben elfáradt, leült, könnyíti a lábát, leveszi a cipőjét, hogy egy kicsit pihentesse a gyaloglás közben a lábát, a testét, felfrissítse. Eszik egy almát, nem azért, mert éhes talán, csak éppen oltja a szomjúságát, és a tekintete nem a fotósra néz, nem az, hogy mi történik körülötte. Ha megnézzük ezen a képen, annak az apácának a tekintete így fölfele irányul. Tehát ő részt vesz, lelkiekben is részt vesz ezen az arándoklaton, és egy sokkal magasabb cél lebeg a szeme előtt, és arra szegezi a tekintetét, hogy a földi zarándoklat utunk hova vezet? A jó Istenhez az égbe. Hát ezt egy fotós észreveszi. Nem biztos, hogy ha mi elmegyünk mellette, pont ezt fogjuk észrevenni benne. De ugyanúgy észreveszi egy fotós azt is, például a keresztény értékek kategóriában, hogy van egy sötét templom. Az ablakán beszűrődik a napfény. És mit világít meg az a keskeny fénysugár? A pad szélén az énekeskönyvet vagy a Bibliát. Tehát megint csak mire irányítja a figyelmet? Erre hívja fel. Mi bemegyünk egy templomba körülnézni, megnézzük, ha katolikus templom, milyen festmények vannak, milyen freskók vannak,
ha protestáns templom, akkor milyen kézimunkák díszítik az úrasztalát, vagy magát a templomot. Tehát egy kicsit ennek a látványnak szenteljük a látogatásunkat, ő pedig ráirányítja a fotója által a figyelmet az igazi értékre. És ez az, ami különös értéket mutat ezekbe a fotókba, hogy olyat mutat meg nekünk az ő szemüvegén keresztül, ami mellett mi elmegyünk. De oda kellene rá figyelnünk. Mennyire tartják fontosnak, hogy a fiatalabb generációhoz is eljussanak ezek az alkotások? Nagyon, nagyon fontosnak tartjuk, hiszen tapasztaljuk minden területen az öregedést. És ez fizikai értelemben igaz, biológiai értelemben, mert szellemileg, hál' Istennek, nem öregszik sem a magyarság, sem a kereszténység, de van egy biológiai öregedés, és nagyon fontos az, hogy amit mi hiszünk, teszünk, és amiért dolgozunk, ezt át tudjuk adni az utódainknak, gyerekeinknek, unokáinknak, tehát legyen meg az a fiatal generáció, amelyik folytatja és életben tartja, őrzi a nemzeti ünnepeinket, őrzik a magyarság tudatunkat, őrzik az anyanyelvünket, őrzik a kultúránkat, őriznek mindent, ami a magyarsághoz kötődik, és nem utolsó sorban őrzik a kereszténységünket, hiszen amíg a világ, addig ez fent fog állni. Ez a mi hitünk, és ebbe vagyunk meggyőződve, és ezt igyekszünk minden rendelkezésünkre álló eszközzel továbbadni és szolgálni. Az Európai Bizottság 17 éves diákoknak kiírt fordítóversenyét hazánkban idén egy zrínyis diák nyerte. Vendégünk a stúdióban Kovács László Mátyás és felkészítő tanára a Boros Krisztina. Sziasztok, jó estét! Szia! Én láttam a bejelentés pillanatát tulajdonképpen, ami szerintem egy nagyon izgalmas pillanat volt. Egy picit arról meséljetek, hogy egyáltalán számítottatok erre, vagy ez ilyenkor kimegy már egy picit előtte, hogy mi az eredmény, vagy teljes megsemmisülés volt abban a pillanatban, amikor meghallottátok. Hogy volt ez, Matyi? Hát én borzasztóan meglepődtem, mert egyáltalán nem úgy álltam hozzá, hogy én meg szeretném nyerni ezt a versenyt, inkább csak lefordítottam a magam stílusában a szöveget, és hát mint kiderült, a zsűrinek nagyon tetszett a fordítás maga. Lehet, hogy benne volt ez is, hogy ilyen lazán álltál hozzá, és nem akartál fogalkörömmel nyerni, és talán majd fellebbentjük a fájtlat, hogy például mi volt ez a szó, ami nagyon bejött a zsűrinek, ebben benne volt a te személyiséged, a lazaságod is. Kriszta, te, mint felkészítő tanár, neked milyen volt a bejelentés pillanata? Hát én már tudtam, megvallom őszintén, már hétfőn kaptuk az értesítést hivatalosan arról, hogy Matyi lett a országnyertes, és igyekeztünk titokban tartani, hogy ne szivárogjon ki, hogy ő neki valódi, igazi, őszinte meglepetés legyen a bejelentés. Tudtuk, hogy mikor lesz az online közvetítés, és Budapestről a fordító irodából Spiegel Éva, aki a magyarországi képviseletnek a vezetője, ő jött el személyesen, hogy üdvözölje a magyar nyertest. És akkor beültünk a tanterembe, bekapcsoltuk a kivetítőt, és akkor ott néztük a bejelentést, úgyhogy én már tudtam, hogy mi lesz, ő még nem. Szerintem azért ilyenkor az osztálytársak is örülnek, meg ez mindenkinek a sikere, az Rinyének a sikere, a nyelvoktatás sikere, úgyhogy tényleg mindenkinek szól ez a gratuláció. Akkor egy picit mesélj arról, Matyi, vagy Mátyás, nem tudom, hogy szereted, hogy szólítsunk. Matyi vagy Mátyás? Matyi, hogy egyáltalán mondjuk te így 17 évesen mennyire tartott fontosnak azt, hogy egyrészt nyelveket beszéljenek a kortársaid, bár szerintem ti már nagyon jól álltok ilyen vonatkozásban, másrészt pedig mi is volt ez a szöveg, amit fordítottál? Hát nyelvet beszélni nyilván nagyon fontos, de hát az internet többsége angolul van. Én is nagyon sok mindent onnan tanultam meg angolból.
Ezen túl nem tudom pontosan, hogy milyen lehetőségeket ad, de... Hát nyilván bárhova becsöppensz, ha jól beszélsz angolul, nyilván. Akkor ugye ott eladhatatlanná válsz. És maga ez a szöveg, amit fordítanod kellett, illetve maga ez a verseny miről szólt? A szöveg, amit fordítani kellett, a mesterséges intelligenciáról szólt, hogy hát fölöslegessé teszi a nyelvtanulást. És hát egy beszélgetés volt két ember, Joe és Mo között, ezek voltak a neveik. És az egyik ezt az álláspontot képviselte, a másik a másikat. De összességében a szövegek állítólag arról szóltak, hogy ne féljünk a változásoktól. És volt ebben egy szó, ez a bizonyos wasabi, ami ugye, aki szereti a sushit és járatos a keleti gasztronómiában, tudja, hogy egy borzasztóan erős zöld torma tulajdonképpen, amit sushihoz előszeretettel fogyasztanak, amit te egyáltalán, hát amit te magyarosan fordítottál, mégpedig Erős Pistának. Hogy jött ez az ötlet? Hát már nem emlékszem tisztán, de azt hiszem, az volt a gondolatom, amint megláttam, hogy ezt még végigolvasni sincs kedvem, ami az eredeti szövegben van, nem, hogy kiszótárazni, és aztán megérteni, hogy mire gondolt a költő, úgyhogy nagy hülyeség volt, abban biztosan voltam, gondoltam, hatványozom, mert ez magyarul sokkal nagyobb hülyeség lett végül, mint eredetileg. Na, de hát bejött. Az élethez kell egy ilyen kis... Egyrészt szerintem a humor, ami nélkülözhetetlen, másrészt meg, hogy néha bevállalósak legyünk. Ha már itt a nyelvtanításról beszéltünk, hogy érzed, könnyebb őket megtanítani, sokkal több lehetőség van, hogyha valaki komolyan gondolja, sokkal több eredeti nyelven szóló film, videó, akármi, vagy ugyanazokkal a kihívásokkal néz szembe egy nyelvtanár, mint mondjuk a 80-as években? Hát nem gondolom, hogy ugyanazok lennének a kihívások, mindenképpen haladni kell a korral, nekünk is. Nagyon nagy előny az, hogy az angol nyelvű anyagok nagyon könnyen hozzáférhetőek, mindenféle tartalmú, témájú, hangzó és írott anyag gyakorlatilag néhány kattintásnyira van a gyerekektől. És ez meg is látszik egyébként a diákokon, mert akik úgy jönnek hozzánk, hogy haladó nyelvi tagozatra, illetve második idegen nyelven jönnek angolra, és már tanultak angolul, ők valami elképesztő előképzettséggel, meg felkészültséggel rendelkeznek. És hát én azért óriási kihívást is látok ebben nekünk tanároknak, hogy kísérjük őket, meg hogy hogyan tovább. Mert... Gondolom, hogy valaki olyan tudással jön, hogy ott már átadni valami új információt is egy kihívás. Igen. Egyáltalán megtalálni, hogy mi az az új, amit adhatok nekik, vagy mi az a még több, amit adhatok nekik, és egyre magasabb szinten, egyre magasabb nyelvi szinten lépnek be a gyerekek. Ők is már nagyon magas nyelvi szinten érkeztek a Zrínyibe, és ez nagyon nagy kihívás mindannyiunk számára. És gondolom azért ilyenkor például nagyon jó lenne, hogyha csak úgy hip-hop gyorsan elutazhatnátok egy olyan országba, ahol tényleg mondjuk az adott nyelven beszélhetnének. Van erre azért lehetőség mostanában, például a Zrínyi gimnáziumban? Hát az iskola nem szervez nyelvterületre utazásokat, angol nyelvterületre, viszont egy volt kollégánk szokott szervezni a városban rendszeresen ilyen kulturális körutazásokat, és oda szeretettel várja a zrínyis diákokat is minden évben, és minden évben vannak is számos tanuló jelentkezik ezekre az utazásokra, ami nagy kulturális élményt jelent nekik elsősorban. Matyi, általában amikor, mit tudom, ilyen valaki Kossuth díjat kap, vagy bármilyen nagyobb díjat, akkor ugye meg szokták kérdezni, hogy na és akkor ez mit jelent a jövőre nézve, meg hogyan is értékeli. Nyilván te most még nagyon fiatal vagy, de hát azért itt a karriered elején kaptál egy viszonylag tényleg különleges díjat. Törpölsz ezen, gondolkodsz ezen, vagy egyszerűen a lazaságoddal azt mondod, hogy jó, megvolt, és akkor nézzük, hogy mit hoz a holnap. Inkább a lazaság, én
nekem még, velem még senki nem tudta megértetni, hogy pontosan mekkora is a jelentősége ennek. Kihirdették az eredményt, és aztán... Népszerűbb lettél a suliban? Egy picivel talán, igen, de... Na, akkor látod ez például. Ez egy gyakorlatilag is jól kihasználható hozadéka. Úgy értesültem, hogy egyébként azért nem csak jó nyelvérzéked van, hanem a zenét is kedveled, hangszeren is játszol már gyerekkorod óta, illetve a matematika is közel áll a szívedhez. Tényleg van egy párhuzam állítólag a zenei érzékenység, a zenei kvalitás és a matek között, mondjuk én kivételt jelentek ebben, de hogy hol tudod magad elképzelni mondjuk 10 vagy 15 év múlva milyen területen? Hát tényleg valamivel inkább a matematika irányába, de még elképzelésem sincs. Kriszta, hogyha most összehasonlítod azt az időszakot, amikor te tanultál idegen nyelvet, és azzal a mostani jelen helyzettel, ahol már nem diákként, hanem tanárként veszel részt ebben a folyamatban, mi az, ami szerinted irigylésre méltó, és ami annyival több mindent ad, mint amit mondjuk 20-30 évvel ezelőtt nyelvtanuláson hát, az ember őszintén kapott. Szóval csak ismételni tudnám magam, tehát a korlátlan tárháza mindannak a angol nyelvű, illetve idegen nyelvű anyagnak, akár hangzószövegnek, akár írott szövegnek, amihez hozzáférésük van a gyerekeknek, az internet az egy végtelen tárháza ennek. Na, meg hát azok a lelkesítő pedagógusok, akik azért ott vannak a mindennapokban, és az órák során úgy gondolom azért a személyes jelenlét az nem nélkülözi a technikát, mint ahogy a mesterséges intelligencia se tud mindent megoldani, úgyhogy szívből gratulálunk mindkettőtöknek, és köszönjük, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Nem tudom, hogy a nézők közül hányan vettek részt januárban a Magyarországon terelő erdei fülesbagoly csapatok országos felmérésében. Minden esetre megvannak a szinkron számlálás eredményei, ezeket pedig Orbán Zoltán mondja el. Legalább 431 adatközlő volt, nagyobb csoport esetében esetleg nem mindenkit írtak fel, tehát közel 500-an vettek részt az idei számolásban, ez most már a 7. vagy a 8. volt a sorban, és hát az adatok azt mutatják, hogy telelő erdei fülesbaglyok kapcsán minden rendben van, ugye tavaly voltán a legalacsonyabb egyet szám, kevesebb, mint 10 000 madarat számoltunk, ennek valószínűleg az volt az ok, hogy a 2022-es nagy aszály jelentősen csökkentette a kisrágcsáló zsákmányátoknak a számát. Az idei évre ez itt egy nagy kisrágcsáló gradáció, tehát egy ilyen állomány felszaporodás tapasztalható, és ennek következtében egy ilyen kb. Átlagos erdei fülesbagoly szám jött össze, 638 település, 1035 helyszínéről kaptunk adatokat, és így összesen 11.629 erdei fülesbagoly biztosan telel az országban. Agrárterületeket, a mezőgazdasági területeket kedvelik ezek a baglyok, tehát ilyen szempontból a legbaglyosabb települések a mezővárosaink. Ugye a telelő erdei fülesbaglyok a közepes és a kisebb városokat kedvelik, mert hogy szinte mindig a belvárosi részeken tanyáznak, ott nappaloznak, itt vannak leginkább védve a szárnyas ragadozóiktól, és az az érdekük, hogy innen az esti szürkülettel kirepülve 2-3 perc alatt, tehát a lehető legrövidebb idő alatt kint legyenek az agrártájban, ahol tudnak
táplálkozni. Ez a logika magyarázza, hogy Budapesten a város méreteihez képest ott van talán a legkevesebb erdei fülesbogó, tényleg csak így látványnak vannak ott szinte. Nyilván a Duna, a Tisza köze és a Tiszán túl ilyen szempontból a legkedvezőbb számukra. Egyébként pedig ugye az erdei fülesbagoly terelésnek a legnagyobb helye, ez gyakorlatilag Magyarország középső sávjától ledélre a Vajdaság, tehát úgy néz ki, hogy ez a világ egyik legnagyobb, vagy talán legnagyobb erdei fülesbagoly terelő régiója. Az ország minden területéről kaptunk adatokat, van ahonnan többet, hát nyilván azokon a részeken, akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol köztudottan sok a bagoly, ott nyilván az aktivitás is ilyen szempontból jelentősebb. Ugye itt a számolásnak az értelme és a lényege, hogy minél több év telik el, annál inkább következtetések levonására alkalmassá válnak ezek az adatsorok. Most még ilyen nagyon erős következtetések nem vonhatók le, ugye az már most látszott, hogy és ez egy ökológiai tény, hogy amikor összeomlik évtizedenként 2-3 alkalommal a zsákmányállat kisrágcsálóknak a száma, az jelentősen kihat a telelő baglyok számára is. Ugye a klímaváltozás egyik hatásaként a hóterhelés jelentősen csökken Európában, az északi térségekben is, tehát ezt a tendenciát látva meg lehet kockáztatni egy olyan munkahipotézist, hogy lehet, hogy 10-15-20 év múlva, vagy ezt követően még távolabb idősávban akár jelentősen csökkenhet a Kárpát-medencében az erdei fülesbagoly telelő létszám, mert hogy nem lesz feltétlenül fontos lejönni ezeknek a baglyoknak a Kárpát-medencéig. Ugye ezek Észak-Európában, illetve akár Közép-Szibéria térségében fészkelő madarak, azért jönnek el a fészkelő területről, a költő területről, mert ott nagyon hosszú időn keresztül, több hónapon keresztül akár több méter vastag hótakaró borítja a talajt, és ott nem tudnának táplálkozni ilyen szempontból, hogy a Kárpát-medence ma már teljesen hómentesnek tekinthető, különösen gyakorlati értelemben, tehát egy ilyen 2-3-4-5 centis hólepel ezeket a madarakat még nem zavarja, tehát ebben tudnak kisrágcsálókra vadászni. Aztán majd meglátjuk, mert ezek a madarak jelentős részben valószínűleg emlékezetből jönnek le, tehát az is elképzelhető, hogy egyébként a klímaváltozás hatásaként már kevésbé kellene ilyen délre vonulniuk ezeknek a madaraknak, de aztán lehet, hogy megszokásból, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak, lejönnek. Ezt nem tudjuk, ugye ezek nagyon érdekes munkahipotézisek, felvetések, aztán amiket majd 20-30-50 év távlatából az adatok elemzése vagy igazol, alátámaszt, vagy pedig kiderül, hogy ez egy nullás, vagy nem igaz, negatív munkahipotézis. Telelőerdei fülesbagoly csapatok magyarországi jelenléte hihetetlen pozitív hatású a mezőgazdaságra, elképesztően nagy gazdasági pozitívum van az ő jelenlétük mérlegén. Ugye, hogyha hát jóval több, mint 3 hónapot vannak itt alapvetően ezek a madarak, de vegyünk egy ilyen 100 napos telelési időszakot, ugye tudjuk, hogy átlagosan kövegyen 2,5 mezei pocok méretű kisrágcsálót fogyaszt el minden bagoly minden nap alatt. Ez azt jelenti, hogy ez a 11.629 biztosan Magyarországon terülő erdei fülesbagoly, az elmúlt, illetve hát még elkövetkezendő összesen legalább 100 nap alatt mintegy 3 millió kisrágcsálót fogyaszt el. Ennyi zsákmány állatnak az össztömege az 73 tonna. Tehát ennyi kisrágcsálót nem a gazdáknak kell
mérgekkel elpusztítva kivenni a rendszerből, ez teljesen ingyen bérmentve és semmiféle környezeti kárt, környezeti terhelést nem okozva, ugye biológiai úton távolítanak el a baglyok Magyarország területéről, tehát ezzel forintosítható sok-sok száz millió forintnyi gazdasági hasznot hajtanak, ehhezért nekünk nem kell semmit csinálni, csak hagyni kell, hogy szépen ott legyenek a lakott területeinken. Ez egy idézőjel feladatunk van, meg kell őket csodálni, hiszen óriási szerencsénk van. Ugye a baglyok a legkedveltebb madarak közé tartoznak, csak hát éjszakai életmódjuk miatt nagyon-nagyon ritkán lehet őket látni. Tehát óriási szerencsénk van, hogy a világ egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb erdejfüles bagoly telelőhelye jelentős részben Magyarországon van, és ezekkel a baglyokkal együtt élni nagyon jó dolog, mert amikor az ember jön, megy, éli a mindennapjait, iskolába, oviba megy, akkor csak föl kell nézni a megszokott évtizedeken keresztül használt fákra, és akkor ott meg lehet őket csodálni. Hihetetlen élmény egyébként így találkozni velük. Ez a szinkron számlálás 4 napjáról szólt ez az adatgyűjtés, de hogyha valaki még a tél hátralévő részében fog találni telelőerdei füles baglyokat, még mindig be lehet küldeni az adatokat. Aztán néhány hónap múlva megint csak az erdei füles baglyok kapcsán fogunk a médián keresztül lakossághoz fordulni, mert akkor a fészkelő állományról gyűjtünk adatokat. Ez is nagyon hasonló módon működik. Illetve hát jön a tavasz, elindul nem sokára a tavaszi természetles akció, ez tavaly indult első alkalommal, ugye a Turdus nevű okostelefonos alkalmazásunkon keresztül megy, aztán ezt követően nem sokkal elindul a gólyales és a fecskeles, ahogy érkeznek haza a madarak, tehát folyamatosan vannak ilyen úgynevezett citizen science, tehát lakossági tudomány jellegű adatközlő programok, és hát a Madártan Egyesület folyamatosan szervez programokat, egyrészt központilag, másrészt pedig a 30 területi szervezetünkön, a helyi csoportjainkon keresztül. A következő ilyen nagy akció az április végétől gyakorlatilag május végéig tartó országos fülemülék éjszakája. Kedves nézőink, adásunk végéhez értünk, ez volt már a Weekend. Én kollégáim nevében is megköszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is ugyanebben az időpontban, akkor is érdekes témákkal jövünk majd. Addig is kellemes pihenést és jó hétvégét kívánok Önöknek, viszontlátásra!